Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A héten ünnepeltük a Boldogság Nemzetközi Világnapját. Vendégemmel nem sokára arról beszélgettünk, milyen jelentősége van egy kedves gesztusnak vagy egy mosolynak, de a világnap kapcsán az egyik nyíregyházi kávézó is kedveskedni próbált. Egy mosolyért cserébe kaphattak ajándékba egy forró italt a járókelők. Következő bejátszásunkban megnézzük, mennyire sikerült mosolyra csalni hétfőn délelőtt közlekedőket. Sokan nem érthették hétfő délelőtt, hogy néhányan miért nagy táblákkal a kezükben fülig érő mosollyal szaladgálnak az országzászló téren. Az egyik nyíregyházi kávézó döntött úgy, hogy egy kis vidámságot próbál becsempészni a szürke hétköznapba, de természetesen nem ok nélkül tették ezt. Március 20-a a Boldogság Világnapja. Tudományosan bizonyított tény, hogy a boldogság alapja a jó kapcsolatoknál kezdődik, a kiterjedt tartalmas minőségi kapcsolatoknál. Így a Tabula Plaza Alapítvány Labor Café projektjének is célja az, hogy tartós minőségi kapcsolatokhoz segítse hozzá a Nyíregyházán élőket. Ennek első lépcsőfokaként a mai napon a Kávé egy idegennel kezdeményezés keretében az utcára vonultunk önkénteseinkkel, és megpróbáltuk kizökkenteni a nyíregyházi utca emberét abból a monotóniából, ami a hétköznapjaival, különösen egy hétfői nappal jellemző lehet az átlagemberre. De nem csak egy mosoly segíthet, naponta 20 perc a friss levegőn töltve, vagy a sportolás is köztudottan jó hatással lehet kedvünkre. Az ENSZ közgyűlésének köszönhetően egyébként először 2013-ban ünnepelhettük a Boldogság Világnapját március 20-án. Az imént láthattuk, hogy igenis mosolyt lehetett csalni a hétfőn délelőtt közlekedők arcára Nyíregyházán. Ugye a mosolyog feliratú tábla azért sokakat mosolygásra késztetett, erről is beszélgetek ugye Tímeával. Pszichológusként te hogyan látod amúgy, mennyire vagyunk boldogok, mennyire tudunk azonosulni egy ilyen világnappal, hogy igenis mosolyogni érdemes, a jókedvre érdemes törekedni? Én először magáról a mosolytól indulni kell, hiszen ez már egy nagyon korai, nagyon ösztönös reakciónk, hiszen már egészen pici korban, már kéthetes újszülöttként produkálnak a csecsemők tudatos mosolyt, amit az édesanyjuk megerősít, és ez az első olyan anya-gyermek interakciós minta, ami a gyermeknek a biztonságot sugározza, és ami azt jelenti számára, hogy jó, hogy vagy a világba, ez a világ biztonságos hely, és ez talán feléleszheti az emberekbe azt az érzést, hogy őket önmagukért lehet szeretni, nem kell ahhoz különösebb teljesítmény elismerés, egy ilyen spontán mosoly, akár egy ilyen mélyebb üzenetet is közvetíthet mások felé. Ez számomra hihetetlen információ volt, hogy tényleg pár hetesen, akár két hetesen egy csecsemő vissza tud mosolyogni, és hogy ez már tudatos, de ösztönös is valahol, tehát hogy milyen dolgokkal tudjuk amúgy a boldogságra ösztönözni önmagunkat vagy társainkat? Biztos van erre is recept, hogy mivel tudjuk ezeket erősíteni? Igazából nagyon sok oldalról megközelíthető ez a dolog. Érdemes először tudni azt, hogy maga mi az, hogy boldogság, meg boldognak lenni. Nagyon szubjektív fogalom, és sokáig nem is nagyon tudod, mit kezdeni a tudomány ezzel, hogy maga a boldogság fogalmával, mert nem egy mérhető, nem egy számszerűsíthető dolog. Igazából az utóbbi évtizedekben indult meg a kutatás az ilyen pozitív érzelmek iránt, hogy ne csak a hiányállapotokat, ne csak a patológiákat, a tüneteket vizsgáljuk, hanem ezeket a pozitív érzelmeket is, mint a hála, mint a megbocsátás, mint maga a
az úgymond szubjektív jóllét. Uh-huh. Talán ezzel próbálták leginkább leírni azt, hogy milyen a boldogság. Nagyon sokan próbálnak erről írni, gondolkodni. Amit össze lehet foglalni, hogy fontos az, hogy hálásak legyünk, fontos a társas kapcsolatoknak, egy olyan meleg, biztonságos társas kapcsolat, ami örömöt okoz. Nem csak az jutott eszembe, bocsánat, csak így gondolkodok közben, hogy hogyan lehetünk ugye boldogok, ugye ez a téma, és hogy sokszor lehet azt olvasni, hallani, hogy akár hogyha erőltetjük a mosolyt, vagy erőltetjük a nevetést, akkor akár az is segíthet. Igen, segíthet uh-huh. egy ilyen mosoly, vagy beindíthat egy ilyen másoktól jövő spontán mosoly. Viszont fontos elkülöníteni ezt a két dolgot, hogy semmiképpen nem jó ennek a túlerőltetése. Uh-huh. Tehát a pozitív gondolkodásról is érdemes beszélni, mert van egyfajta túlzásba vitt irreális pozitív gondolkodás, és van egy olyan, ami inkább az élet mindennapos dolgaihoz kapcsolódik, hogy amellett, hogy megéljük az élet nehézségeit, tudunk bizakodni afelé, hogy jó dolgok történnek velünk, tudunk a kicsi dolgoknak örülni, és tudjuk azt szem előtt tartani, hogyha rossz dolgok is vannak az életünkben, azok valamiért vannak, valamiért, hogy elősegítsenek minket. Ez is szerintem egy nagyon izgalmas kutatási területe, ezt a pszichológiában rezilienciának uh-huh. hívjuk. Ez egy úgynevezett rugalmas ellenállást jelent. Figyeltek, olyan gyermekeket követtek hosszú éveken keresztül nyelemmel, akiknek nehéz soruk volt, de mégis valamiért ki tudtak emelkedni, mégis valamiért boldogulni tudtak, ugye ez is annyira szépen meg van így fogalmazva, és azt vették észre, hogy ezeknél az embereknél van egy olyan képesség, hogy ők aktívan meg tudnak küzdeni az élet nehézségeivel. Van egy olyan képességük, hogy fel tudják hívni magukra a figyelmet, ezáltal könnyebben kapcsolódnak másokhoz, akár könnyebben kérnek segítséget, ez is azért elősegíti azt, hogy boldog. Megfigyelték azt is, hogy annak ellenére, hogy rossz dolgok történtek velük, és megélték ennek a fájdalmas részét, pozitívan tudtak előre nézni, és pozitívan tudtak tekinteni a jövőjük felé. De hát a mosolynak iszonyat nagy ereje van az ő helyzetükben is, meg hát a mi helyzetünkben is. Én látom rajtad, hogy te is alapjában egy mosolygós ember vagy. Azért sokaknak látszik már a szemén is, meg az ajkain, hogy hogyan áll, hogy ő most egy mosolygósabb embere vagy sem. Beszélhetünk akár mondjuk a szeretett nyelvekről is. Nagyon sokfélét ugye ismerhetünk, és ugye te is mondtad, hogy a minőségi idő, a társaság. Mi az, amit még lehet esetleg a boldogságunk érdekében, hát nem azt mondom, hogy erőltetni, mert ez rossz szó, uh-huh. de hogy esetleg megteremteni, vagy törekedni rá. Egy pár éve jelent meg Gary Chapmannek ez a könyve az öt szeretett nyelvről, ami nagyon nagy segítség szerintem mindenki számára, aki nehezebben találja meg az utat másokhoz. Ő az elismerő szavakról beszélt, arról, hogy dicsérjük egymást, arról, hogy akár apró pici dolgokat emeljünk ki, ami lehet, hogy természetes és nem tűnik fel, de másiknak jól esik. A minőségi időt már beszéltük, a testi érintések fontosságát is kiemeli Chapman, illetve az ajándékozásról uh-huh. beszél, hogy apró dolgokat lepjük meg a másikat, és emellett pedig segítsünk olyan helyzetekben, ami a másikról leveszi a válláról a terhet. Te mit javasolsz amúgy a legtöbb embernek? Hogyan éljük meg a mindennapokat? Tehát törekedjünk ezekre, ahogy te is mondod, és ugye a könyvet is idézted, hogy mosolyogjunk, hogy ajándékozzunk. Mennyire vagyunk amúgy ezekre nyitottak? Mert azért azt mondják a legtöbben, hogy a magyarok pessimisták, depresszívek. Nehéz kérdés, tudom, de hogy mennyire lehet ezért tenni? Nekem jó tapasztalataim vannak alapvetően. Szerintem ez egy olyan dolog, ami hogyha elindítjuk, akkor sugárzik, és tovább jut az embereken keresztül, viszont azt is fontosnak tartom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem várhatjuk sem magunktól, sem a másiktól, hogy mosolyogjon.
És ezeken is úgy lehet túl lendülni, hogy ezeknek a negatív érzéseit megéljük. És sokszor a boldogságot úgy definiálják, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha kijöttünk egy mély gödörből, hogyha elértünk egy olyan célt, amiért nagyon keményen küzdöttünk, amiben nagyon sok energiánk volt, és akkor jutunk el egy ilyen felszabadító boldogság állapotába. Szerintem arról is szól ez a dolog, hogy próbáljuk megélni ennek a hullámzását, mind a negatív dolgokat, mind a pozitív dolgokat, és abban megtalálni a boldogságot. Jaj, milyen szép végszó. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig készültünk egy zenés darab bemutatására, hiszen nemrégiben már ugye beharangoztuk a Móricz Zsigmond Színház különleges előadását, a Sing, Sing, Sing másképpen című darabot. A következő percekben többek között Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is beszél az előadásról itt a Weekendben. '99-ben raktam össze az első musical show-t, akkor minden szereplője, például Vastag Csaba is szereplője volt, minden szereplője kvázi amatőrként, de olyan értelemben amatőrként, hogy nem volt gázsi, hanem műfaj szerelemből raktuk össze, és elég ahhoz képest elég sok előadást megélt. Másfél-két évig játszottuk egyesületi formában, de még nem színházi égisz alatt. Majd azt követően a Fiatalok Színházában Együtt a Banda címmel raktam össze a következőt, még 2002 környékén, majd Fehérváron ment ugyanezt tovább 2009-ig, amikor Pújtor István meghívására a Veszprémbe átmentem, és akkor létrehoztuk Sing, Sing, Sing címmel 2009-ben. Alapvetően fontos az, hogy milyen hangok vannak benne, tehát maga szereplőkön is múlik, hogy milyen dalokat, mert körülbelül egy olyan 4-5 előadásnyit raktunk már össze számok mennyiségét tekintve, tehát ennek az ötszörös idejét tudnánk kijátszani, de természetesen nem minden hang passzol minden énekes színészhez. Ennek megfelelően megpróbáltuk a nyíregyházi verziót az itteni verzióra ráhúzni, az itteni lehetőségekre ráhúzni. Nem tetszett? Azt nem mondtam, hogy tetszett! De azt sem mondtam, hogy nem tetszett! Ha nem? Mondja miért, hogy érszegi, hiszen különben feslegi. Kedvencemnek indult a gödör, most ez, hogyha a saját dalaimról beszélünk, tehát a La Manchából. De aztán a gyűrület is az lett, aztán a Diótörőből, tehát azért ez a három, igen. Igen, ez a három, ez egy szinten van. Mindig éppen, amikor azt éneklem, akkor azt érzem olyan jónak. Nyilván a gödört azt azért, mert abban színészet is van, tehát azzal van mit közölnöm. Mind a három. Nem tudok különbséget tenni. Jól ismert régi téma, nekem új csupán. Két férfi közt egy nőjét, téged kíván. El is dölt a párharc, kitaszított.
jutottál. Esküvődöm vendég lettem már. Itt a színház épületén belül 27 évvel ezelőtt kezdtem a pályámat, úgyhogy mindig, amikor ide jövök, akkor van bennem egy kis nosztalgikus hangulat. És hát azt szoktam mondani, hogy a régi barátokat, vagy a régi kollégákat, azt általában ott kezdjük a beszélgetést, ahol abba hagytuk annak idején, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Félszavakból megértjük egymást, hiszen olyan vagyunk, mint egy nagy család, úgyhogy én nagyon szeretek ide jönni. Most egy picit több az elvárás, hiszen picit jobban izgulok, hiszen most nem egy felfűzött művet adunk elő, ami egy dramaturga ív mentén bandukol, és van egy eleje, és van egy vége. Hát nekünk is van elejünk és végünk, de itt azért sok musical, sok zenés darabból mutatunk be részleteket, amiket nagyon, nagyon pontosan és nagyon profin kell levezényelni mind a hangtárnak és a szcenikának. Sok felé voltunk, és nagyon nagy büszkeség nekünk, hogy eljutottunk most Nyíregyházára is. Nagyon sokat változott az évek folyamán, mind a dalválasztásban, mind a szereplők személyét tekintve. Itt meg, hogy Nyíregyházán vagyunk, ilyen távol a saját magunk közegétől, így meg teljesen logikus, hogy tök más lesz, mint ami eddig valaha is volt, hiszen mások a táncosok, más a körülmény, mások a szereplők. Igyekeztünk a színház a színházban játszó színész kollégákat is bevonni a közös munkába, és ezáltal egy ilyen nagyon-nagyon jó utazás lett belőle, egy olyan jó kis összegyúrt valami, ami eddig még sohasem nem fordult elő. Amikor évente játsszuk ezt a darabot, akkor újítjuk, frissítjük, és mindig teszünk bele a picit talán már elkapottabb dalok helyett újabbakat, úgyhogy nem nagyon van időnk nekünk sem megunni. Ez az igazság. Ukrán néptánc és népzene Nyíregyházán ingyen, hogy hol, mikor és milyen kivitelezésben, erről beszélgetek vendégemmel. Szofia Kanics Judit, a Nyíregyháza megyei jogú város ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke. Szerbusz Judit néni! Szép napot kívánok mindenkinek! Milyen rendezvény lesz most, ugye március 26-án Nyíregyházán? Március 26-án Nyíregyházán egy nagyon ritka esemény lesz, egy világhírű énekkar, tánc, népzene, nagyon sokoldalú színészek lépnek fel. Ez a Verjovka, ugye? Igen. Jól ejtem ki? Imennyi Gheorghia Verjovka. Ennek a együttesnek egy nagyon szép, hosszú történelme van. 43-ban alakultak, és mai napig léteznek, világhírűek, sokat utaznak. Tulajdonképpen három vezető volt, a Hrihari Verjovka, aki alapította, utána 50 éven át Anatoly Javgyijevszki 2016-ig, és adott pillanatban Zenovi Karinec a vezetője. Most a kórus fog koncertezni Nyíregyházán, de nagyon fontos, hogy ez egy ingyenes rendezvény, úgyhogy aki csak teheti, látogasson el. A helyszín az a Nyíregyházi Egyetem Kodály terme lesz. 18 órától várják majd az érdeklődőket. Igen. Ez tényleg nagyon nagy szám, hogy ez a csapat itt fog koncertezni. Igen. Nagyon látványos, ők mindig ilyen mutatós ruhában 72 vannak. 72 ember lesz a színpadon. 72 ember, gyönyörű népi viseletben, gyönyörű zene, népi zené, az alap, a folklór, ismerős dalok is lesznek, amelyet a hölgykoszorú is szokott énekelni. Igen. Igen, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
és ne késenek, mert az szerint foglalják el a helyüket, ahogy, ahogy érkeznek. Ahogy érkeznek, igen. A víkend első felében ugye az esküvői dekorációkról beszélgettünk, Vadas József nét hagyott nekünk egy kis meglepítés, hát mellé raktuk ugye ezt a szórólapot, illetve plakátot, én megmutatom, tehát ilyen gyönyörű szép ruhában lesznek majd az énekesek, ugye erről beszélt az előbb Jutka néni. Kiknek ajánljátok ezt a koncertet? Mindenkinek. Tehát gondolom nem feltétlen csak a ukrán nemzetiségi önkormányzat tagjainak. Egyáltalán nem. Mindenki, aki szereti a szépet, a jót, a jó zenét, várjuk szeretettel. És törekedjünk arra, hogy a jó kössön minket össze. Milyen amúgy ez a népzene a folkról? Gondolok itt arra, hogy ugye a magyar népdalokra, hogyha gondolok, akkor nagyon sok ugye a szerelemről szól. Igen, itt is megvannak ezek, persze, a kürök? Persze, persze, egyértelműen megvannak. Életből hozott történelmek, dalra fordítva, meg stb. Minden, hát szóval itt nem lehet különbséget tenni, hogy magyar, ukrán, a népzene az népzene, az a szívből fakad. Milyen jellegű programokat szerveztek még a közeljövőben, hiszen fontos, hogy ugye ezt a nemzetiségi önkormányzat is támogatja ezt a rendezvényt, és az elmúlt években nagyon sok programot csináltatok, akár mondjuk ukrán esteket, kiállításokat. 5-én volt egy nagyon szép esténk, egy ukrán kultúra est, 160 ember vett részt, gyönyörű volt szerintem. A legközelebb április elején egy emléktáblaavatást tartunk a Nyíregyházi Egyetemen Udvari István professzor emlékére, erre készülünk. Azután viszont megint lesz egy szép est, úgyhogy dolgozunk, igyekszünk, hogy minden hónapban legyen valami kis szórakozás, nyáron viszont a gyerekekkel foglalkozunk, táboroztatjuk őket, szervezünk neki kirándulásokat, a felnőttöknek, a szülőknek, a gyerekeknek, stb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor még egyszer a végére egy összegzést, hogy hol, mikor lesz ez a program. Március 16-án, 26-án 18 órakor este, Nyíregyházi Egyetem, Kodály terem. Én nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt voltál, és remélem, hogy nagyon sokan elmennek erre a Verjovka, Verjovka. Így van. Koncertre, így a kórus csodaszép énekesei, 70-en, több mint 70-en fognak ugye színpadra lépni, ingyenes a rendezvény. Most pedig a zene után egy kicsit az irodalmi a főszerep, szokatlan és különleges műfajt teremtett Örkény István ugye az egyperces novelláival, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának munkássága volt az aktuális téma a Móri Zsigmond olvasókör találkozóján. A közösség amúgy 2014 óta aktív, azóta minden hónapban találkoznak a tagok, és többek között arról beszélgetnek, hogy mit olvastak utoljára. Mi pedig ezzel a bejátszással búcsúzunk önöktől. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő pénteken ismét találkozunk. Viszontlátásra! És amott egy tábla a kocsma ablakán, természetesen fordítva, Örkény István egy perces novelláiból olvastak fel egy részletet a Móri Zsigmond olvasókör legutóbbi találkozóján. A 20. századi magyar irodalom egyik jelentős alakja 105 évvel ezelőtt született, ezért is választották az ő munkásságát az aktuális összejövetel témájának. A Móri Zsigmond olvasókör már 3 éve működik, a Magyar Kultúra Napján alapították még 2014-ben. Minden hónapban egy-egy olvasóköri találkozót tartunk, és örömünkre szolgál, hogy kezdetekben csak 15 fő volt jelen a foglalkozásokon, és most már pedig 25-30, valamikor 50 fő is meglátogatja a foglalkozásainkat. És hogy milyen témákat választunk ki, ez mindig kapcsolódunk az aktualitásokhoz, évfordulókhoz, emlékezünk nagy költők, írók születésnapjáról, haláláról, valamint kapcsolódunk a jeles ünnepekhez, úgy mint a karácsony, a
húsvét, és a nyári hónapokban pedig a nyári olvasmányélményeket dolgozzuk fel. Az olvasókori tagok nagyon aktívak, és ők is vállalnak egy-egy témát. Most például ez alkalommal Örkény Istvánról lesz szó, inkább az egyperces novelláit vetjük górcső alá, és az egyik olvasókori tagunk, Géci Ferenc névike vállalta, hogy tart egy felvezetőt az életéről, a munkásságáról, és azt követően pedig az olvasóköri tagok által hozott egyperces novellákat fogjuk majd felolvasni, illetve fogják a tagok felolvasni, és megbeszéljük a mondani valóját, az üzenetét ezeknek a kis egyperceseknek. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Íme a világ fejtetőre állt, férfiak kalimpálnak a levegőben, visszacsúszott a nadrág száruk. A lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után? Ott egy autó, négy kerek a levegőben, mint egy kutya a hasát akarná megvakarni. A találkozón a tagok az aktuális költő és író saját kedvenceit is felolvashatják, így sokszor rég elfeledett vagy kevésbé ismert műveket is hallhatnak a résztvevők. Örkény István a magyar abszurd dráma képviselője volt, tragédiái néhol komédiává válnak. Stílusteremtése nem csak hazánkban, hanem a világirodalomban is egyedinek számított. Műfajt teremtett, egy nagyon szokatlan, furcsa műfajt az egyperceseket. Én azt mondanám, hogy az egypercesnek az olvasása lehet, hogy még kevesebb is, de egy-egy írás szinte időn túl mindig újra és újra visszatér az életünkben. Ahogy Örkény is fogalmaz, a groteszk az valami szokatlan és furcsa nézőpont, ugyanakkor a világunk nagyon sokszor még groteszkebb és még furcsább, mint amit a fantázia kitalálni képes. A Móricz Zsigmond olvasókör mindenki számára nyitott. A csoport az olvasni vágyó fiatalokat is szívesen látná a találkozókon.